Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban egy picinek tűnő adventi kalendáriumot fogunk kibontani, de ebben is ugyanúgy 24 termék van. Ez az Invisibubble-nek a hajkiegészítős naptára, amit én 20 euróért tudtam megvásárolni, de eredeti ára 25 euró. A DM oldalán, hát egy ideje már nem láttam, de lehet, hogy ismét kapható. Én a Hagel parfümériának a honlapján rendeltem, de hogyha meguglizzátok, egész biztosan találtok más oldalon is. Nem tudom, hogy van-e Magyarországon Invisibubble, nálunk a DM üzletekben egész biztosan lehet kapni a termékeiket, de lehet, hogy Rossmannban is. Ez eredetileg az ilyen telefonkábeles hajgumikat gyártotta ez a cég, de azóta már van mindenféle hajgumi, hajpánt, hajcsat. Már többször találkozhattatok ilyen termékekkel a videóimban, vagy Beautyboxban, vagy adventi naptárban szoktak lenni. Szóval, nem is akarom tovább húzni a szót, nézzük, hogy mi van benne. Egy rövid szó a dizájnról, nekem valamiért nagyon tetszik, nem tudom én sem megmondani, hogy miért, de olyan kellemes ránézni. Viszont nem túl jó a minőség. Szeretem, halljátok, hogy mennyire ilyen kis zörgős. Viszont egész kompakt, ami jó dolog lenne, hogy ki lehet nyitni, nincsen leragasztva, viszont ami le van ragasztva, az így végig az ajtók mentén a kis perem, szóval muszáj vagyok az ajtókat nyitogatni, ami nem túl jó, de 25 euróért ez a naptár szerintem egyelőre abszolút jónak tűnik, már csak azt tekintve, hogy az Invisibubble hajgumik minimum 3 euróba kerülnek, és itt meg van 24 termék, szóval biztos, hogy több az értéke, mint amennyit fizettem érte. Hát lehet, hogy majd helyesbítenem kell, ugyanis ez most engem meglepett, hogy első nap egy darab hajgumi van benne, én meg azt hittem, hogy minden nap ez egy normál csomagtermék lesz, általában 3 hajgumi szokott lenni egy kis dobozban. Hát, majd kiderül. Szóval első nap egy ilyen matt vörös színű telefonkábeles hajgumi van. Hát a kezdeti örömöm már a második nap kicsit alább hagyott. Ebben egy darab ilyen kis műanyag barna színű hullámcsat van. Ebből pedig 3 szokott lenni amúgy egy csomagban. Harmadik nap egy átlátszó hajgumi van. Negyedik nap, hát átlátszó ilyen kis gumiban van réz színű fém, hát díszítés. Ötödik nap egy nagyobb hajgumi van, itt átlátszó műanyagban van pink színű, hát ilyen vékonyka madzag, ez nem tetszik. Na nézzük hatodikát, ami nekem Mikulás nap. És úgy tűnik, hogy az Invisibubble-nek is, ugyanis ebben azért egy valamivel jobb termék volt, ez egy scrunchie, egy nagyon szép ilyen nudos, lilás árnyalatban. Hetedik nap megint egy átlátszó színű, vagy egy átlátszó hajgumi van, de ez valahogy más, sokkal kisebbek a hurkok, és mégis maga a hajgumi nagyobb. Nyolcadikán egy fehér színű hajgumi van. Hát én annyira vártam ezt a naptárat, aztán most már egyáltalán nem vagyok oda érte. Mesélsz, igen. Kilencedik nap egy egész oké hajcsat van. Ez ilyen érdekes, nudos, hát leopárd mintának tűnik első ránézésre, de nem az, hanem csak szimplán ilyen kis foltos. Az alja pedig átlátszó műanyag. Tizedik nap egy arany fém díszítéssel ellátott átlátszó hajgumi van. 11-én pedig ezüst színű fém díszítés van benne. 12-én egy relatíve kicsi fekete színű hajgumi van. 13-án megint egy ilyen átlátszó gumiban van egy fém díszítés. Ez most szivárvány színű, nem tudom, hogy a videón átjön-e, mert közelről látszik csak. 14-én egy eléggé érdekes ilyen cseresznyére hasonlító termék van. Megmondom az őszintét, fogalmam nincs, hogy ezt hogy kéne használni, és szépnek sem mondanám. Ilyen átlátszó telefonkábelen lóg 2 leopárd mintás golyó.
Hát én azt tippelném meg, hogy ezt így valahogy át kell tekerni a hajon, de eléggé furcsa. 15-én egy, hát ilyen érdekes rose gold hajgumi van. 16-án, ez szerintem most már a harmadik átlátszó hajgumink. Kicsit máshogy átlátszó, mint ez. 17-én egy eléggé rondácska, sötétbarna hajgumi van, és én most már, lehet, hogy nem látszik, kezdek kiakadni ezen a naptáron. 18-án megint egy ilyen érdekes cseresznyés termék van, de ennek legalább a színe jobb, mint az előzői. 19-én egy ilyen vékonyabb, spirálú, fekete hajgumi van. 20-án egy egész aranyos, kicsit gyerekes hajgumi van. Átlátszó műanyagban színváltós, ilyen szivárványos cérna van. Ez nekem úgy néz ki, mint volt annó ez a játék. Ilyen spirálos volt az egész, és lelögted a lépcsőről, és akkor így szép lassan így folyamatosan fejre bukott. Fogalmam nincs, mi annak a neve. Annak volt ilyen színátmenetes színe. 21-én egy nagyobb ajtó van, és emögött egy scrunchie van, egy fekete színű bársonyos scrunchie. Hát ez jobb, mint a mini hajgumik, de lehetne egy kicsit változatosabb, én úgy érzem. 22-én egy matt rózsaszín hajgumi van. 23-án pedig egy nagyon szép matt világos kék, ilyen jeges kék. És elérkeztünk 24-éhez, ami egy közepes méretű ajtó, és ebben is csak egy bársonyos scrunchie van. Nagyon szép ilyen őszi rózsaszín színű, viszont hát akkor rögtön összegeznék is. Számomra hatalmas csalódás ez a naptár. Én egyáltalán nem erre számítottam. Azt hittem, hogy ilyen rendes méretű becsomagolt termékek lesznek, mint általában a naptárakban. Hát itt konkrétan egyenként becsomagolatlanul volt 8 millió hajgumi, és kettő csat. Pedig az Invisibubble-nek vannak tényleg hajpántjai, különböző fajtájú csat, nem csak scrunchik és ilyen telefonkábeles hajgumik vannak, hanem tényleg nagyon sok más termék is, illetve akkor már igazán lehetett volna egy kicsit változatosabb, hogy nem 8 millió átlátszó hajgumi, meg kettő fekete, meg három rózsaszín, és így tovább, hanem lehettek volna kicsit mintás termékek, vagy valamilyen limitált kiadás, esetleg valami karácsonyi hajcsat, vagy kendők, vagy igazából nagyon-nagyon sok termékük van, és ez engem most egy kicsit sokkolt. Hát nem tudom ajánlani, én arra számítottam, hogy úristen, mennyivel sokkal több lesz az értéke, mint amennyibe kerül a naptár. Hát most oké, hogy megvan 25 euró az összértéke, de szerintem nem sokkal haladja meg, ha egyáltalán. Szóval ezt sajnos nem tudom ajánlani. Írjátok le ti is nyugodtan a véleményeteket kommentbe, illetve arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy Magyarországon van-e, illetve kapható-e az Invisibubble. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!